Napok óta egyre hidegebb van, nem csak éjszaka, hanem napközben is. Megnövekedett az utcán élők száma, az ő életüket tehetjük egy picit könnyebbé, hogyha például téli cipőket adományozunk a kríziskezelő központ számára. A munkatársaik elkezdték a felkészülést a téli időszakra, november 1-től a teajárat is elindul. A téli időszak nekünk igazából november 1-től kezdődik, és ugye egészen április 30-áig tart. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan rutinszerűen kezdjük meg legalábbis az utcai szolgálat segítségével a téli felkészülést. Az biztos, hogy annyiban rendkívüli, hogy előbb kezdtünk el fűteni a menedékhelyen, a szállásokon, anyaotthonba, mert ez igény volt rá, illetve ugye valóban az éjszakák már hidegebbek voltak. Már szeptember hónapban, szinte nyár után már amúgy is az utcai szolgálat minden évben bejárja a környéket, Székesfehérvár területét, és felkutatják azokat a helyeket, illetve találkoznak azokkal az emberekkel, akik amúgy életvitelszerűen az utcán élnek, és ugye persze, hogy a cél az lenne, hogy minél többen, hogyha be tudnak jönni az intézmény szállásaira, akkor ezt elérjük, de sajnos tisztában vagyunk azzal, hogy egyrészt nem tudnánk mindenkit fogadni, illetve arra készülnek föl a tél a telet ugye várva a kollégák, hogy kinek milyen segítséget lehet felajánlani a szálláson kívül. Tehát valaki kályhacsövet kért, takarót, jelezzük nekik, hogy a teásjárat indulni fog november 1-től, tehát ezekről ugye biztosítani kell az embereket. Néhány fővel növekedett az elmúlt éveket viszonyítva az utcai emberek száma, tehát kb. 140-150 között mozog, akik életvitelszerűen kín vannak most is az utcán, többségük behúzódva bunkert vagy egyéb helyeket kiépítve maguknak próbálják átvészelni a téli időszakot, illetve az egész évet, de most néhány fővel valóban ezt érzékelhetően növekedett a létszámunk.